Tehát előző adásunkban azzal fejeztük be, hogy az emberi viselkedés négy törvényéről, vagy alaptörvényéről beszélgettünk, legalábbis szerintem. És így, van, ezt... így van, így van, így van. Itt, itt fejeztük be, és elmondtad, hogy mik ezek, a, mik ezek a törvények, viszont hogy ez hogyan kapcsolódik bele a hazugság elemzésbe, illetve a testbeszédbe, arra még nem térték. És szerintem kezdjük is az, hogy elmondod ezeket a törvényeket, hogy aki most kapcsolódott be, az is értse, hogy miről van szó. Abszolút. Nagyon röviden egyébként a válaszom az, hogy sehogy. <gül> <gül> sehogy, nem, Lelő... nem kapcsolódik. Igen, előre. Be. előre aha. Igen, de, <laughs> voltak... de viszont a profilzói látásmódba igen. Hogy ez a négy alaptörvény, ez ugye a, a buddhizmusnak egyik alaptérése, hogy minden ember szenved, és mindenki bizonytalan másik az, hogy ami már nem buddhizmus egyébként, hogy, hogy, minden ember állarcot hord. Harmadik, hogy minden ember azt mondja, nem hord állarcot. És a negyedik, hogy minden egyes ember nem más, mint gyermekkori traumáknak és utalmazásoknak az összessége. És ez úgy kapcsolódik a, a kommunikációhoz, és ilyen szempontból nézve nagyon, nagyon lájtosan a testbeszédhez, hogy hogyan tudjuk az embereket empatikusabban nézni, ahhoz, hogy ki tudjuk venni az egót a kommunikációból, és a megfigyelésre tudjuk helyezni a hangsúlyt, vagy pedig arra igazából, hogy a pszichológiában ismer mondjuk a Rogers féle hallgatást, aktív hallgatást és megértést tudjuk alkalmazni, azért, egy hatékony és mind a kettőnk számára gyümölcsöző és hát haszonnal szolgáló uh -huh. beszélgetést legyen. Ugye abban a pillanatban, amikor már arról van szó, hogy én arról kezdek el, mindannyiaknak volt már olyan beszélgetése, ugye, hogy, hogy alig várod, hogy a másik befejezze a mondani valóját. Mert neked már van valami a tartsiótban, és akkor már itt az én beismertünk adott esetben. Igazság szerint sok esetben nem csak, hogy már tudom, hogy mit akarok mondani, hanem sok esetben félek attól, hogy elfelejtem, amit mondani szeretnék, miközben végighallgatom a másikat. Ez abszolút nem ide kapcsolódik, csak egy eszembe jutott, hogy ez egy ilyen Igen. fura dilemma helyzetet tud okozni, hogy nem akarod felbeszakítani a másik de közben pedig félek, hogy elfelejtem, amit, amit, amire gondoltam, és aztán lehet, hogy egyébként nem is biztos, hogy baj, mert lehet, hogy nem volt annyira releváns, Ilyen, amit vagy mondani olyan egoista vagy, mint én, adott esetben, vagy voltam, vagy talán, talán már nem, uh, annyira, hogy azt hiszed, hogy tudod, hogy a másik mit fog mondani. És te már, már le akarod rövidíteni az időt, hiszen olyan, olyan okos vagy, te mert nyilván minden tud, jobban tudsz a másiknál, és te ugye, hát a spanyol viasz, hogy ilyen finoman fogalmazzak, hogy ez is természetesen rögtön elveszi a fókuszt. És abban a pillanatban, amikor, amikor a fókusz rólad szól, akkor megfosztod magad, annak attól a lehet, megfosztod magadat annak a lehetőségétől, hogy tanuljál mondjuk valakitől valami újat. Mert, hogyha igazán figyelsz a másikra egyébként, és ezeket a dolgokat mind a háttérbe szorítod, akkor le fogsz döbbenni, hogy hogy, hogy a másik egyrészt miket oszt meg, ha érzi azt a, a genuine, azt az eredeti ö, figyelmet, és vagy igazi érdeklődést, nem. akkor akkor nem is fogod elhinni, hogy a másik milyen dolgokat oszt meg. Úgyhogy, úgyhogy, ilyen téren kapcsolódik ez nekünk a témánkba, meg a négy szűrő is, ami most nem megy ebben adásul, adásunk, meg tudjátok hallgatni, hogy, hogy megpróbálok titeket arra sarkalni, hogy, hogy, minél jobban kivegyük az egót a kommunikációból, és hát zárójelbe jegyzem meg, ha a mesterkommunikátor akarsz lenni az én véleményem szerint, akkor, el kell kezdjed felejteni, el kell kezdjed elfelejteni az egyes szám első személyben való gondolkodást, sőt, el kell felejtsed a második, a másik nézőpontjából lévő gondolkodást is, az már egy szinttel való továbblépés, hogy vajon a másik, hogy érzi magát ebben a helyzetben, vagy a másik hogyan gondolkozik, vagy hogy lát engem a szituációban, sőt, az a harmadik nézőpontba kell nézze, mint a kívülről. Mester kommunikátorok, azok kívülről látják nem csak saját magukat, hanem a másikat is, és az ennek eredményeképpen létrejövő ugye, interakciót vagy kapcsolatot. Ekkor nyílik meg, meg úgy gondolom igazából a világ. És ha már akkor a megfigyelésnél ugye tartottunk, akkor így csatolok bele a következő témánkba, a bukás háromszögébe. És nekem erről van egy elméletem, ez pedig nem más, mint hogy minden egyes bukás, amiatt emiatt a három dolog miatt jöhet létre. Az egyik az az, hogy nem tudtam sikerrel kommunikálni azt az üzenetet, amit akartam. A másik az az, hogy nem tudtam megfigyelni a másikat rendesen, leszűrni megfigyeléseimbe az információt, és ahhoz igazítani az üzenetemet, és sikeres kommunikációt magyarul, vagy pedig nem tudtam úgy menedzselni saját magamat, viselkedésemet, hogy az az adott célt szolgálta. Tehát, hogyha leges legvégére lebontod a sikert, akkor, akkor elméletem szerint ez a három tényező az, ami meghatározza, hogy, hogy elértük-e a célunkat, avagy sem. És ennek az egyik ugye a legnagyobb mesdjéje vagy, vagy része, az pedig nem más, mint ö, ugye a megfigyelés, az a testbeszéd ö, vonulata vagy vonzata. És ö, itt is csatlakozunk akkor bele abba, hogy ez, hogy ez miért fontos. ugye Beszéltük korábbi podcastban is, podcast adásunkban is, de nagyon röviden ö, csak annyi, hogy, hogy azt próbáljuk nektek, azt a tudást próbáljuk átadni, következő epizódokban kifejezetten, hogy hogyan tudod a sikeredet maximalizálni azáltal, hogy nem kell, hogy a konverzációnak a végéig várjál ahhoz, hogy tudjad, hogy jó úton jársz, vagy sem. És ugye ezzel kapcsolatban egy gesztust említettünk ugye a megvetésnek ugye a, a, a jelét, hogy mi van akkor, ezt látod, hogy egy beszélgetés során, akkor ugye az eklatáns példát hoztuk fel, hogy tudsz jönni segíteni, vagy ö, pakolni, Mm, igen, és nem jelenti azt, hogy nem fog eljönni, tehát ez nem azt jelenti, hogy nem fog eljönni, csak azt jelenti, hogy ott van valami olyan érzelem, ami, ami azt a renget következtetni, hogy hogy nem teljes szívvel, teli szájjal fog eljönni, ugye segíteni. <kül> Egyébként erről az jut eszembe, hogy ö, nem túlságosan előre, előre szaladva, hogy Szinte egy Csész könyvében, hogy mikor mondjuk egy tárgyalási szituációban a másik egyetért látszólag vagy verbálisan azzal, amit, amit én mondok, de de mondjuk a, a kezét a szája elé tesz, és nem itt számít a kontextus, de hogy akár az ilyen szituációkban fontos lesz számomra, hogy ő valóban. Azt akarja, vagy mondjuk a, a, az adott pozícióból adódóan inkább ö, taktikailag neki jobb, hogyha ő ezt állítja, vagy próbál simulékony maradni. Persze. de De nyilván ez számít nekem, hogy ő egyébként mit gondol a való, való életben. Abszolút. Hát én azt nagyon sokszor szoktam mondani ilyen sales trainingeken, hogy ezt az eklatáns példát hozom fel mindig, hogy és akkor Marika néni kedves... Biztos akkor benne, hogy ez a, ezt a 30 ezer forintot ezt fogja tudni fizetni, ha vonta? A jó biztosítási ügynöki példa, ugye természetesen. És azt mondja Marika, hogy hm, aha, és közben hátradől, elhúzza a szájának a jobb sarkát, és mondjuk a pislogás száma megemelkedik, és mondjuk például bejön mellé egy hezitálás is. Vagy ne találtál mondjuk egy visszakérdezés. És akkor most belemehetnék egy picit, de majd kicsi, később ebbe a jobban érintőlegesen annyit, hogy klaszterek, klasztereket, azaz csoportosulásokat nézünk testbeszéd olvasáskor. Tehát egy jel nem jel. Hát attól még, hogy elhúztam az a számnak a jobb sarkát, az még nem jelenti azt, hogy hazudik a másik, nem jelenti azt, hogy nem fog kell jönni pakolni, vagy nem jelenti azt feltétlenül, hogy rosszul nézek ki. Jól nézek ki, drágám, aha. Azért, az az este, azért mondjuk ez a tipikus példa, és akkor a, a női hallgatóságnak e, szeretettel küldöm ezt, és elnézést kérek úttal a férfi hallgatóságtól. Tehát amikor azt halljátok, vagy bocsánat, látjátok, e, hogy kedves hölgyek, hogy amikor megkérdezhetek, hogy jó nézek ki ebben a ruhában, vagy tetszik ez a ruha? És azt mondja a másik, hogy aha, persze. És elhúzza a jobb szájának a sarkát, vagy pedig, még össze, szorítja az ajkait, most mutattam a kamerába, akkor az általában az egyet nem értésnek a jele. Jó, tehát hiába a verbalitás mondja azt, hogy igen, nagy valószínűséggel tudom azt mondani neked, hogy, hogy az igazi vélemény az, hogy nem. Jó, úgyhogy sajnálom, kedves férfitársaim, és sok sikert a vadászathoz. Kedves, <laughs> Ezek után. Kedves hölgyek, jó, úgyhogy, úgy igen, és egyébként látod, el is tudunk kanyarodni a következő témánkhoz, a, a kontextushoz is, akár ebbe az esetbe, hogy, hogy milyen fontos az, hogy milyen kontextusban látod ezt a dolgot. Tehát most mondom megint csak egy példát, jó? Buliban vagy, egy klubban tetszik egy lány. Egymásba, tehát a, a pillantásatok találkozik. Mi történik ilyenkor? Szokták tőlem kérdezni, hogy na, te vagy itt a testbeszéd szakértő, Bence, elvette a pillantását. Mit jelent ez? eddig a pontig, kontextus alapján, meg azt mondhatom neked, hogy jelenthet át is, meg bét is. Jelentheti azt is, hogy tetszel neki, meg jelentheti azt is, hogy nem. Ugye egy jó profilozó az mit csinál? Elkezdi tesztelgetni ezt, hogy van, ez jó data point volt, találkozott a tekintetünk, lesütötte a szemét. Hát, egyébként, ha lesüti a szemét, amúgy jobbra le, akkor az már, az már, az már általában nagyobb valószínűséggel jelenti azt, hogy tetszel neki amúgy, mint csak mit elkapja a tekintetét. Ugye elszégyeli magát, hogy rajta kaptad, hogy ő néz téged. Tehát amikor nagyon kevés szemmozgásbeli, nagyon kevés szemmozgásbeli, hogy mondják ezt, alapszabályt, igen, nagyon, sok szem, nagyon kevés szemmozgásbeli alapszabályt lehet meghatározni, meg egyébként mondom testbeszédben nincsenek abszolútok, nincsenek állandók, de azt mondom, hogy az esetek 95%-ában, ha valaki emocionális, akkor áll vagy pedig szégyen valamit, akkor az jobbra lefelé, jobbra lefelé szokott nézni. És jobbra lefelé is húzódik össze. Tehát, hogyha ő nézett téged, és erre a, a tekintetetek összemegy, akkor vagyis, jobbra lesütti a szemét, akkor nagyobb valószínűséggel mondom azt, hogy tetszel neki, mert, mert, rajta kaptad, hogy ő nézett téged. Hús, elszégyelte magát egyébként zárójelbe jegyzem meg, hogy és talán az első podcastunkban, epizódunkban említettük azt, hogy hogy a tudományos művészet határmerzsén van a testbeszédelemzés, és a meteorológiával akartam összekapcsolni, akkor annó, no. de nem sikerült végigmondani a mondatot, mert szokás szerint 48 körmondatban beszéltem, jó barokkosan. Tehát, hogy a testbeszéd az olyan, mint a meteorológia. Tehát ez a tudományos faktorokat veszünk alapul, olyan matek van mögötte, elájulsz, öcsém. Itt speciál pont nem, de a metrológia mögött igen, de semmi sem biztos. Tehát, hogy igen, esni fog az eső, vagy nem. De maguk ezek a szabályok azért ö, alapszanak megfigyeléseken persze, és persze. számokon. Csak utána, ugye, a pontosan a kontextust, azt valószínűleg tényleg mondjuk több irányból kamerával rögzítve, többszörösen kielemezve kellene vizsgálni, vagy, vagy csak ilyen laboratóriumi körülmények között lehetne egyébként tényleges bizonyossággal megállapítani a dolgokat, nyilván ha tudjuk, hogy mi egyébként a végkifejlete a történetnek. Alkalmazva mondjuk egy ilyen, ennél a klubos szórakozó helyes példánál maradva, nem igazán lehet, erre nincs lehetőség, tehát inkább a, a, az alapján tudok dolgozni, amit éppen ott megfigyelek, és aztán... Igen. Viszont tudom öm, tovább tesztelni. Tehát, hogy ilyenkor azt szoktam mondani, hogy tágítsd a kontextust élőben. Azaz, mondjuk elmegyek 5 métert jobbra. És megint és próbálom a csajt közben nézni azért, rá, rá pillant, pillan minél többet ránézni. Azt nézni, hogy ő vajon keresse engem azon a helyen, vagy pedig a tekintetével követi, hogy én merre megyek. Mert ha igen, akkor már itt egy, 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 bizonyító erő van majd, hogy nem, nyilván nem véletlenül akadt össze akkor a szemetek, és nyilván nem véletlenül követtéged abban az új lokációban, és akad ismét össze a szemetek. És hogyha akkor megillesíti jobbra a, a, szemét, akkor itt már egy, egy tök jó data point van, arra vonatkozólag, hogy, hogy igenis, igenis érdeklődik irántad. Oké. Okay. Úgyhogy ennyit a kontextusról, ami nagyon fontos. Azt, amiről akartam még beszélni, az nem más, mint a, tehát a testbeszéd elemzésről kezdtünk most már így belefolyni. És fontos tudjuk tudni azt, hogy miért nem fogsz tudni elemezni testbeszédet a szüleid esetében, a párod esetében, a hozzád közel álló esetében, barátaid esetében, szereteid esetében. És ez a mediterrán túlzás volt, azért azt hadd vonjam vissza. Tehát nem azt, hogy nem fogsz tudni elemezni, hanem áldozata vagy az úgynevezett megerősítési torzításnak. És ez a megerősítési torzítás, ezt gyakorlatilag a Hélo-effektussal tudnám összekapcsolni. Ugye a pszichológiában mondd el szíves, mi az a Hélo-effektus. Ez a Effectus, ez egy elég ö, ilyen divatos téma volt szintén. Így, én, én egyébként először az interneten találkoztam vele, nem pedig ö, ilyen tankönyvekben. De tulajdonképpen, ha jól emlékszem, akkor valami olyasmiről volt szó, hogy ö, vannak olyan bizonyos attribútumok, amiket, föl, amikhez kapcsol az ember bizonyos tulajdonságokat, és ö, tulajdonképpen ezeket kihasználva és ezeket felhasználva ö, üzenek valamit magamról. De egyébként ez egy elég ilyen széles ö, tehát, hogy sok, igen. nagyon sokféleképpen lehet ezt... Igen, 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 igen. És hát ezek az attribútumok, tehát, hogy most megint egy, nézzünk egy, egy egy gyakorlati példát, és az Andris meg tudja erősíteni, hogy úgy éltem túl a középiskolát, hogy jó képet festettem magamról az első x percben. Kezdetek kezdetén. És hogyha Ezekkel a jó tulajdonságokkal, jó attribútumokkal kapcsol össze téged a tanár, akkor onnantól kezdve sokkal ö, könnyebb dolgod van az életterületén, hiszen eleve, hiszen a szilógiai levezettem, akkor azt mondom, hogy az ember nagyon nehezen vallja be saját magának, hogy hibáztam. Hogy, hát igen, hát ez a Bence, ez tényleg egy, egy, egy nagy kópé, ez, mert rosszul ítéltem meg el tudsz jutni erre a pontra, viszont nekem sokkal, tehát sokkal, elegen, elege, sokkal elengedőbb vagy, sokkal több mindent elnézel nekem, sokkal több hibámat el fogod nézni, sokkal több, többet fogok tudni hibázni, mire eljutsz arra a pontra, hogy revizálod az álláspontodat. És hát ez van az a megerősítési torzításnál is. Szó szerint az történik, amikor veled kapcsolatban álló szeretteiddel beszélsz, hogy azok a, mondjuk a megtévesztéssel, stresszel kapcsolatos gesztusok, minket majd venni fogunk egyébként a következő adásokban, amiket mutat a másik, azokat az agya szó szerint törli. Tehát nem, egyszer nem veszed észre. Mert van és... már egy prekoncepcióm, amire építek, és nem, csak, nem, is, nem is egy rövid távú, vagy nem egy pár percre kiterjedő ja. első benyomás, hanem egy akár több éve felépült képen van a másikról, és abban nem illik bele az a, az, az új információ, amit mondjuk egyébként testbeszéd megfigyelésből azt a következőt von, vonnám le, hogy mondjuk adott esetben ő nekem akár rosszat akar, vagy hazudik. Abszolút. Abszolút így van. Úgyhogy ö, sokáig gondolkoztam azon, hogy basszus, tudod, én mint profilozó, hogy olyan, a legnehezebb dolgom egyébként akkor profilozni kellett, esküszöm neked, az a saját anyámnál volt egyébként. A saját, a saját anyámat nem tudtam leprofilozni, ez ez elég, elég, elég rossz kimondani, mint akinek ugye ez lenne a szakmája. De edzésből, edzésből kötelesség volt, vagy ezt. Nem, elrontottam nagyon sokszor. Tehát, hogy gyakorlatilag 76-odjára sikerült megfejteni édesanyámat egy indifferens teszt segítségével, ami egyébként a holapomon van. és akkor mondtam anyámnak, amikor meg volt, hogy te figyelj már, anyu, tölts már ki ezt a tesztet. Biztosak legyünk abban, hogy, hogy te milyen, milyen típusba tartozol. Ugye külön kell különíteni egyébként azt a fajta, azokat a fajta személyiség tipológiai rendszereket, amiket egyébként mondjuk én ismerek, és azon belül én, én kifejezetten az enneagramot szeretem és tanácsolom. Ez a Myers-Briggs féle dolgokat, meg ez a diszket, ezt én azért nem szerettem, mert ez leírja neked, tudod, hogy milyen vagy. Ez azt mondja neked, hogy hello, szia, te beszédes vagy, extrovertált, egyébként mit tudom én késel, mert rugalmas vagy, amúgy, meg mit. Tehát, hogy na, ezeknek Kösz szépen, tehát, hogy eltöltöttem 20 percet a teszt kitöltésével, elmondtam, amit idáig is tudtam, nagyon szuper, és ráadásul kifizettem érte rengeteg pénzt is. Ez a kidobott pénz az ablakon kategória. Az enogram az azzal különbözik ettől a, 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 a Myers-Briggs-től, vagy Disk-től, stb. Től, hogy utat mutat neked arra, hogy hogy tudsz a saját magad által felállított boxból, mint egyébként úgy hívnak, hogy a személyiséget kitörni illetve javítani, fejlődni, integráció felé, ugye integrálódni effektíve. Mm. Míg mondjuk a cia és rendszer, amit, amit, meg más közegben oktatok, tanítok, szintén egyébként a civil szférában, de más szférákban is, az meg teljesen más. Ott meg, ott meg inkább a befolyásolás technikából kifolyólag nézzük magát a viselkedést. Csak visszakanyarodva még ö, ide édesanyádhoz kapcsolódó témához, hogy tehát ugye itt rengetegféle személyiség teszt van, személyiségtipológia, különböző dimenziók mentén kategorizál gyakorlatilag viselkedés, vagy személyiséget, személyiségi jegyeket tulajdonképpen, de hogyha jól értem, akkor itt, ö, amikor mondtad, hogy, hogy elemezted az ő viselkedését, ott arra kell gondolni, hogy egy általános ö, szituációban ö, a másik viselkedésénél, nek az elemzésénél erre fókuszálsz, hogy ebben az Enagram típusú személyiségtesben megállapítsd, hogy ő hova tartozik. Ha jól értem, akkor ezt így De. kell elképzelni. Ez ad neked egyfajta tájékozódást utána már a másik Abszolút. emberről. Igen, a másik értékrendszeréről, alapvető félelmeiről. És hogyha ha megvan a másiknak a, a félelme, hogy, hogy mi az, amit, amit ő el akar kerülni, és ennek mi a szökes ellentéte az, az a személyiségének a vágya. Én uh -huh. Azt szoktam mondani, tudod, hogy hogy a, a, a személyiség az olyan, mint a 22-es csapdája. az egyben a legjobb barátod is, de a legnagyobb ellenséged is. A legjobb barátod, mert olyan minták összességét képzi, amin keresztül te túlélted a világot, ugye beszéltünk arról, hogy minden organizmus azt, keresi, kutatja, akár neurokemikáliai szinten is, neurokémiai szinten is, ami sikeressé tette, ami eredménnyel járt. De legvégén ez ugye egy X kombináció. Neuromodulátorok, neurotranszmitterek, hormonokat is keresünk neurokémiai szinten, hiszen ez az, ami az eredmény effektíve, neurokémiai mm -hmm. szinten. Viselkedésbeli szinten pedig maga egy szituáció, hogy mondjuk engem nem bántottak, vagy ezt a szituációt csak simán, hogy én túléltem. Jó, tehát ugye vissza gyerekkorról beszélgettünk, gyerekkori mintákról, ugye ami ismétlődik, tehát akár tudatalatti szinten is, és akkor belemetnék abba, hogy ez kell. Egyébként tudatosan, ez az önreflexió, hogy tudatosan ért itt felszíne hozni azokat a mintákat, amik tudatalat zajlanak, hát nyilván azokat, amiket egyébként nem akarunk tovább folytatni ugye a személyiséged ezeket a mintákat ugye próbálja ismételni, hiszen ezt, ezt tette sikeressé. Úgyhogy amikor arról beszélek, hogy szociális félelmek, vagy személyiségbeli félelem, mondjuk, itt mondjuk, mondjuk, mondok egy karaktert, a, az enneagram hármasok, azok, azok a sikeresség mentén próbálják túlélni a világot, hiszen egyébként nekik az önképükkel van probléma, önértékelési problémájuk van. És azt hiszik, hogy az, az, amit leteszek az asztalra, én az vagyok, ami vagyok. Leteszek az asztalra. Most abban a pillanatban, amikor az eredménnyel asszociálják az ő saját értékességüket, ezáltal ö, ők nagyon ö, rugalmasan fognak például az életben is ö, létezni. Tehát mondjuk egy beszélgetés során ezek az emberek sportnyelvet használnak. Ez mit nagyon jelent? Kö hát, hogy ö, ö, nagyon ugye, szlengeket használnak, uh -huh. ö, nagyon közvetlenek, nagyon könnyen ö, ö, teremtenek kapcsolatot, és egyébként könnyen változtatják a véleményüket is. Tehát ugye ez, ez, rögtön az belejön az, hogy kicsit ilyen kaméleon is, hiszen ahhoz, hogy egy társalgás az sikeres legyen, vagy az interakció sikeres legyen, az, ö, az mondjuk nekem bizonyos rugalmasságot kell... Um, tanúsítanom. Tehát nem feltétlenül könnyen változtatják meg a véleményüket, de nagyon könnyen meglátják például azt a fajta logikát, amit te mondjuk a másik oldal mondasz, és ezt el is tudják fogadni. Tehát mondjuk ilyen szempontból kompromisszum készek. De nem akarok belemenni, mert elviszük a fonalat. A lényeg a lényeg az, hogy, hogy rengeteg olyan ö, ö, ugye profilozási szempontból hát nem csak Használ külső, aha, de lingvisztikába, stb. Ugye felmerül, ami alapján lehet következtetni, hogy, hogy te min keresztül éled túl a világot, mi, mi, ez a fixáció, mi az az elfogultság, ami jobban sérült mondjuk nálad, mindenkinél sérüld, mindenki például te, mindenki meddicsérnek akkor, hogy ha ötös hoztál haza a de valaki jobban azonosul ezzel. Uh -huh. Mindenkit értek támadások de valaki jobban tanulja meg azt, hogy, hogy hogyha én támadok először, akkor engem nem fogtok bántani. És akkor azáltal, hogy te elhelyezed őt ebben, a, akár ebben, akár egy másik ilyen személyiség tipológiai rendszerben, azzal már megtudod tudod azt, a, olyan fontos információra tehetszert, hogy mik az ő triggerei, mi az, ami számára fontos lehet, mi az, amitől ő esetleg jobban fél, és, és ez, ad, ez ad egy alapot, utána tovább ö, elemez persze, az adott szituációban. Persze. Most, hogyha ha normális az értéki ítéleted, és mondjuk az szerint a felfogás szerint élsz, mint mondjuk, mondjuk én, és aztán el is mondom nektek, ez a we rise by lifting others, tehát szárnyalni csak másokat emelve lehet. Tehát, hogyha nem az a célod, hogy kiaknázzad ezt a másnak mondjuk a kvázi félelmei gyengeségét, hanem az, hogy mondjuk segítsed őt, akkor ez, ez, ez egy olyan dolog, mint a kés. Tehát, hogy ugyanúgy tudod a répa használni ezt a tudást, meg ugyanúgy tudod, vagy ezt a szikét, ugyanúgy tudod orvosi beavatkozással életeket menteni. Tehát, hogy gondold el, hogy milyen jó dolog az, amikor másokat jobb állapotban hagysz, mint hogy találtad őket. Hogy ezért fontos, hogy hogy emberként és a sérülésein, vagy a akár empátia. a személyiségen keresztül lássuk a másikat, és ne pedig a, abban a mondjuk szituációs helyzetben, amikor ő esetleg mondjuk agresszívan lép fel, vagy úgy érzed, hogy ő, ő adott esetben akár egy fenyegetés lehet, és hogy ezt félretéve Így. már egy olyan filteren keresztül nézd, hogy, 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 ezeket tud kezelni. Igen, meg hát hogy abszolút, tehát, hogy rögtön empátiával tudja fordulni a másik felé. Tehát megint csak eszedbe jut az, hogy, hogy a másik, és ugyanúgy sérülékeny, mint te, és, és ugyanúgy kétségei vannak, és, és ugyanúgy, uh, amikor hazamegy, ugyanolyan mesztelen, mint te vagy a nap végén. Mm. Teljesen mindegy, hogy mekkora bankszám lát, hogy, hogy mekkora menedzsert mutatok én itt most neked, mert milyen profilozót mutatok neked, meg itt van itt az ország profilozója, putyinizés, a többi. Hazamegyek, és ugyanolyan ember vagyok, mint bárki más, ugyanúgy készültem erre a podcastra, mint valószínűleg tartom bárki más, ugyanúgy, ha látnátok itt a lábamat amúgy, hogy itt járogat, akkor vezetem le a stresszt testbeszéd alatt. Ez ugyanúgy én is ember vagyok, mint, mint, mint bárki más. Úgyhogy hogy ezért, ezért, úgy gondolom, hogy ez nagyon, nagyon egy, egy jó álláspont, hogy, hogy szárnyalni csak, mások, szárnyalni csak másokat emelve lehet. Ez megint a profilozás segít az empátiában. Ezek a szűrők, amikről beszéltünk, segítenek a, 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 az empatikus légkör megteremtésében, és hogy hát hogy egyrészt ne is stresszeltezd ez saját magadat, de akár ugyanúgy segíthet motivációban is. Tehát, hogy az előző példánál, ha maradunk, akkor ennél a karakternél, amit említettem neked, az Enagram 3-asnál, a például egy Enagram 3-astól szeretni tűpontos üzeneteket eh, eljuttatni, akkor, eh, akkor a sikerességet fogom kihangsúlyozni. Tehát, hogy eh, figyelj, Laci, ezt a feladatot senki nem fogja tudni olyan sikeresen megcsinálni, mint te, a te kvalitásaid és kompetenciád az, ami ennek a projektnek erőt tud adni. Számíthatok rád? Teljesen más, mint azt mondom neked, hogy figyelj csak, e, 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 itt te vagy a legjobb matematikából, itt olyan számolási feladatokat kell végezni, tehát ugyanaz a dolog, csak más, más, olyan, más, más a hangsúly. Uh -huh. Teljesen más hangsúly. És itt is szeretném egyébként felhívni a figyelmet, tehát, hogy ez megint csak nem azt jelenti, hogy, hogy, hogy hazudsz a másiknak, mert nem hazudsz. Csak ugyanazt a dolgot, egy más szempontból világítod meg a számára, ami az ő nyelvén, nyelvére szól.